Ez egy rendhagyó dolog, mert itt a kórháznál, az emléktáblánál mindig a kórház vezetősége szokta rendezni ezeket az ünnepségeket. Azonban tavaly már úgy értékelte a vezető kórós úr, hogy nagyon kevesen vannak, és hát mondta, hogy idén talán akkor meg se rendezik. Azonban a hagyományok továbbvitele és az az emlékezet, ami mégis arra készítette ezt a város önkormányzatát, hogy ezt az ünnepséget megtartsuk, arra kitelezik minket, hogy emlékezzünk meg arról, mi történt itt 1990-ben. Már én olyan részlegesen nem tudom elmondani, hogy amikor a sötét kórusban történt a szerencsétlenség, hány sebesültet hoztak ide be, de egyet biztosan tudunk állítani, hogy részben az ide behozott sebesültek, részben az itt szolgálatot teljesítő orvosok, nővérek erőt megfeszítve küzdöttek azért, hogy a meglőtt, ártatlan sebesülteket megmentsék. Esztergom város éppen ezért, ha ilyen módon is, egy kis családi ünnepség keretén belül, de fontosnak tartja, hogy erre figyelmeztesse az itt élőket, és mindaz, amit köszönhetünk azoknak, akik segítettek a sebesültek ápolásában, azt így módon is kifejezzük. Így ezt a megemlékezést most először a koszorú elhelyezésével folytatjuk, és amennyiben az itt megjelentek kívánnak esetleg pár szót szólni, vagy ők is fejet hajtani, akkor erre lehetőségük van. Így Esztergom város képviselőtestülete nevében elhelyezzük a megemlékezés koszorúját.